elbocsátások, intézménybezárások jöhetnek az elszabadult energiaárak miatt. Vízforgatókönyv készülhet Vásárhelyen és Mártéjon is. 46 tricikli. Valamennyi óvodába jutott az ajándékjárgányokból, amiket a gyermekek azonnal kipróbáltak a főtéren. Harmadszorra is megrongálták, a különleges anyagból készült belvárosi ivókutat nem egyszerű feladat helyreállítani. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Komoly megszorításokra készülnek az önkormányzatok, amiatt, hogy elszálltak az energiaárak. A település önkormányzatok egymás után jelentik be, hogy létszámot csökkentenek, illetve intézményeket zárnak be. Hódmezővásárhelyen e hét csütörtökön, Mártéjon pedig jövő hét kedden tartanak képviselőtestületi ülést, ahol döntés születhet a megszorításokról. Mártéj azért tartozik Vásárhelynek, mert a község gazdálkodási és adminisztratív feladatait évek óta a szomszédos város önkormányzata látja el. Ambrus István az augusztus 20-án hivatalba lépett Mártéj polgármester levélben kérte Márki-Zay Pétertől a közel 24 millió forintos tartozás elengedését. Hódmezővásárhely polgármestere Időben című műsorunkban többek között azzal indokolta egy kérés megtagadását, hogy ilyen válságos időszakban nem engedhetnek meg maguknak egy ilyen lépést, ugyanakkor szerinte Mártéj ki tudja gazdálkodni ezt az összeget. Pontosan tudjuk, hogy az idén beérkező pénzekből Mártéjen gond nélkül működés tökéletes fenntartása mellett a felét simán ki tudja fizetni az idén, a maradékra pedig Hódmezővásárhelyi részletfizetési kedvezményt ad Mártéjnak, tehát azt egy éven belül pucanita vissza tudta volna fizetni. Ambrus István is megkapja ezt a kedvezményt? Természetesen. Ugyanakkor Hódmezővásárhelyen is költségcsökkentő lépésekre készülnek. A Hódpressz információi szerint többek között csökkentik a városháza és az önkormányzati intézmények dolgozói létszámát, és átmenetileg bezárják az emlékpontot. Megszorításokra készülnek Mártéjon is, ahol a jövő héten dönthet a testület a részletekről. Ambrus István már az új testület alakuló ülésén célzott rá, hogy a spórolás elkerülhetetlen. A jövő nagy kihívásai: minél hatékonyabb energiafelhasználás, az alternatív energiaforrások kiaknázása. Ez egy olyan kis település életében, mint Mártéj, itt is fontos, hiszen nem mindegy, hogy például az önkormányzati intézményeknek mennyi a rezsi. Mártéj adósságának ügye egyébként várhatóan forró téma lesz a csütörtöki vásárhelyi testületi ülésen is, mivel a helyi fideszes képviselők a közgyűlésre címzett levelükben a tartozás elengedését sürgették. Úgy fogalmaztak: az adósság elengedése megalapozná a két település közötti együttműködés zavartalan folytatását. Alapítványi forrásból 46 gyermekkerékpárt kaptak az óvodások Hódmezővásárhelyen. A bicikliket kedden vehették át az intézményvezetők a Kossuth téren, ahol a közeli Oldalkosár utcai óvodások egy rögtönzött versenyen avatták fel az új eszközöket. Borsini Csontos Ilona az átadón kiemelte, hogy az óvodánként 3-4 kerékpár hasznos lesz a gyermekek mozgás koordinációjának és motoros képességeinek fejlesztéséhez. Mit szóltok hozzá? Kipróbáljuk? Igen! Jó! Szuper! Ezekért az új biciklikért érkeztek az óvodások kedden délelőtt a Kossuth térre. A 46 algyöngyártott kerékpárt ki is próbálhatták a kicsik. Gyermekzsivajtó volt hangos a belváros, mikor az első köreiket megtették az új járgányokkal. Dani azt is elmondta nekünk, hogy miért örült annak, hogy az ő óvodájába is került az új eszközökből. Mert nagyon szeretem a bicókat, és otthon is van bicóm. És nagyon szeretem a bicókat, és anya mindig vesz bicókt. Imádom a bicókat. Óvodáskorban a kerékpározás fejleszti a kicsik mozgás koordinációját és állóképességét is, emelte ki Borsinél Csontos Ilona, az egyesített óvoda vezetője. Emellett a modern eszközök inspirálják is a gyermekeket a mozgásra, ami manapság nem könnyű feladat. A kisgyerekeket már egész kicsi életkortól neveljük a mozgás szeretetére. Régen ez nem nagyon volt külön feladat, mert a gyerekek alapvetően szerettek mozogni. Most már bizony sok minden elvonja a mozgástól a mai kor gyermekét, és nekünk szemben kell menni ezzel a
jellegzetességgel, azt gondolom. És ezek a kis kerékpárok nagyon-nagyon fogják segíteni, motiválják a gyerekeket a szabad levegőn történő mozgásra. A kerékpárokat 2,7 millió forintos alapítványi forrásból finanszírozták, mondta Berényi Károly, a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány kuratóriumának elnöke. Berényi hozzátette, hogy a biciklikből az összes pályázó intézmény létszámarányosan kapott. A minőségi eszközök reményei szerint 10-15 évig szolgálják majd a kicsik aktív szórakozását. Mi megrendeltünk 46 kerékpárt, minden óvodának szántunk, a pályázatot kiírtuk természetesen, mert így működünk, ezt minden óvoda megpályázta, és természetesen nem csak az önkormányzati működtetésű vagy fenntartású óvodák, hanem az egyházi óvodáknak is ugyanúgy lehetőséget biztosítottunk. A bicikliket kedden el is szállították a vásárhelyi óvodákba, ahol délelőtt azok a gyermekek is kipróbálhatták, akik nem voltak ott a Kossuth téri átadón. Drasztikusan drágulnak a 10 napos és a havi autópálya matricák. Az éves, illetve a megyei vignetták ára viszont csupán 5%-kal emelkedik jövőre egy friss rendelet szerint. A személyautókra megvehető 10 napos és 1 hónapra szóló matrica ára az inflációnál sokkal nagyobb mértékben drágul. A sokak által vásárolt 10 napra szóló matrica 5500 forint lesz, ami 44%-kal több, mint idén. A havi strádadíj 8900 forint lesz, ez 71%-os emelkedést jelent. Az éves szelvény 49190, a megyei pedig 5720 forintba kerül majd. Szél István gazdálkodó székutasi polgármester is bekerült a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének országos elnökségébe. A politikus közösség oldalán azt írta, mindent meg fog tenni a térség mezőgazdaságáért és a gazdákért. Lázár János bizalmasának is tekinthető székutasi polgármester részt vett idén a májusi agrárkamarai választáson is, ahol, mint emlékezetes, egyetlen jelölőszervezet indult, a MAGOSZ. Szél Istvánt idén újra választották a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei elnökének is. A 90-es évek óta díszíti a Kossuth teret és csillapítja az arra járók szomját, azaz ivókút, amit az elmúlt évtizedekben többször megrongáltak, legutóbb pár héttel ezelőtt. A funkcionális alkotás Orosz Mária munkája, aki csak úgy, mint korábban, most is vállalja a javítását. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester elmondta, az önkormányzatnak is az a célja, hogy a kút visszanyerje régi pompáját. Valamilyen kemény tárgyal megütötték. Nem tudom mivel, esetleg téglával, vagy kalapáccsal, vagy kővel. Nem tudom. Eltűntek az oldaldíszek, és a tányér rész is megcsonkult. Orosz Mária úgy véli, hogy erőszakos cselekmény áldozata lett ivókútja, amely régóta dísze és fontos vízvételező helye a belvárosnak. A 90-es években a Kossuth tér felújításával került ide. Az elmúlt évtizedekben 3-szor is károsodás érte, legutóbb pár hete. Most is újra megcsinálom, ha felkérnek a munkára, hiszen tőlem vásárolta az önkormányzat. És kérésem az lenne, hogy mivel úgy tudom, hogy itt vannak kamerák, hogy keressék meg a randalírozókat, és kapjanak méltó büntetést, mert ez a folyamat nem szakítható meg másképpen. Az önkormányzat fontosnak tartja a kút karbantartását, ezért felületének viszkőtelenítésére is évente kerül sor. Nagyon sajnálatos számunkra, hogy ilyen rongálások vannak város szerte. Ez nyilván megerősít bennünket abban, hogy a köztéri kamerák felújítását, modernizálását továbbra is eltökélt ügyünknek tartsuk. Ebben az esetben a művésznő biztosított minket arról, hogy ő elvégzi a felújítás munkálatait. Mi is megnézzük, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a művészeti alkotás a régi pompájában tündökölhessen. A kút különleges összetételű fagyálló kerámiából készült. Anyaga viszont mára már nem áll a művész rendelkezésére, ezért a felújítás elhúzódhat. Először újra ki kell kísérletezni az alapot, majd az egyes elemeket meg kell formázni, és utána 1350 fokon kiégetni. Hatalmas bulit csapott Hódmezővásárhelyen a Hooligans. A koncertre Szentesről, Orosházáról és Szegedről is érkeztek a rajongók, hogy az őszies hideg ellenére is élőben hallhassák kedvenceiket. A zenészek most sem okoztak csalódást, teljes erőbedobással tolták az új számaikat és a már ismert slágereket.
A legnagyobb slágerek és új dalok is felcsendültek vasárnap a Sétáló utcán. Ismét Hódmezővásárhelyen csapott hatalmas bulit a Hooligans. A zenekar a nyarat teljes erőbedobással zenélte végig, a vásárhelyi koncertjükkel már a 70 fellépést is túlszárnyalták. Amennyit csak tudtunk, játszottunk, és az azt jelenti, hogy olyan 70 koncertet nyomtunk le, ami az ezelőtti évekhez képest, most ne vegyük, azt vegyük külön ezt a két furcsa évet, hanem az, ahhoz képest a többi évben is ennyi 70-80 koncertünk volt, úgyhogy körülbelül tudjuk teljesíteni a önmagunk által megszabott vagy megszokott dolgainkat. A zenekar tavaly jött ki egy új lemezzel, ami még a tőlük megszokott tempón is tovább gyorsított, és már a következő albumon dolgoznak, de számukra mindig a koncertek és az élő zene van a középpontban. Jövőre jön egy új lemez, és mi azért koncertzenekar vagyunk, attól függetlenül, hogy természetesen lemezek kellenek, de hát egy együttes, egy zenekar akkor létezik és akkor él, hogyha a rajongókkal együtt tudja nyomni a bulikat, mert az ötvenülés az nem arra való. A Sétáló utca vasárnap este megtelt nézőkkel, többen a környező településekről érkeztek, hogy hallhassák a Hooligans-t. A zenészeket azonban nem érdekli, hogy hány embernek muzsikálnak, mindig teljes erőbedobással lépnek színpadra. Imádunk zenélni és kész, és nem nagyon számít mostában nekünk, hogy ennyien vannak a koncertjeinken, de általában elég sokan vannak. Éppen ezért jövő tavasszal is elindulunk egy másik zenekarral. Már akkor kezdetét veszi majd a Hooligans turné, hogyha mindenki úgy akarja. Úgyhogy klubturné, azt akartam mondani, hogy ott pár száz ember fér be egy klubba, úgyhogy nekik is ugyanolyan energiával játszom, mint 10-20 vagy 50 ezer embernek. Ez így van. A zenészek már a jövő nyára készülnek, új dalokat rögzítenek, és még több fesztivál és koncertfellépést terveznek, mint idén. Köszönjük nagyon-nagyon szépen, drága barátaink! A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most mindjárt megmutatjuk, milyen idő várható holnap. Híradóval pedig szerdán 17:30 perckor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!